Következő kísérlet sorozattal szemléltessük Archimédész törvényét. Ehhez használunk egy olyan kísérleti eszközt, amit Archimédész kettős hengernek hívnak. Azért kettős henger, mert egy tömör hengerből áll, és egy üreges hengerből, amit egymásba tudunk helyezni. Tehát ez a kísérleti eszközünk. Mérjük meg a súlyát egy rugós erőmérő segítségével, a levegőben. Ehhez akasszuk rá rugós erőmérőre, és nézzük meg, hogy a sárga jelzés mit mutat. Leolvasom, 0,8 N nagyságú az Archimédész kettős hengernek a súlya a levegőben. A következő, második kísérletként merítsük bele a rendszert folyadékba úgy, hogy csak az alsó tömör henget lepje el a folyadék, és a felső üreges henger az maradjon a levegőben. Tehát óvatosan beleengedem. Nézzük meg, hogy mit mutat a rugós erőmérő. Tehát most az alsó tömör henger a folyadékban van, a felső üreges henger a levegőben, és nézem a rugós erőmérőt, 0,7 N nagyságú súlyt mutat. Ha összehasonlítjuk a kettőt, akkor azt tapasztaltuk, hogy ez kisebb, mint az előző, tehát valamilyen hatás kifejtett a folyadék a bemerülő testre. Hogyan tudnánk ezt a 0,1 N nagyságú csökkenést valahogy számlítani? Mivel üreges a felső henger, próbáljuk meg, hogy ugyanolyan folyadékkal feltöltöm az üreges hengert, és megismétlem a második kísérlet. Vagyis most az üreges hengerben folyadék van, tömör henger pedig leengedem úgy a folyadékba, hogy a folyadék teljes mértékben ellepje. Nézzük meg, hogy most mit mutat a rugós erőmérő. 0,8 N nagyságú erőt mutat, vagyis pontosan ugyanazt az értéket, mint a legelső esetben. Azaz, kompenzálni tudtuk a folyadéknak a hatását, vagyis a felhajtó erőnek a nagysága, amit a folyadék kifejtett, a bemerülő testre megegyezik a folyadék súlyával, ami az üreges hengerben lévő folyadék súlya. Köszönöm szépen a figyelmet!